A Mi Hazánk mozgalom büntető feljelentést tesz a Puskás Aréna megnyitóját követően az Indexen megjelent véleményvezérek által publikált videó, karikatúra, illetve publicisztikák miatt, ugyanis azt gondoljuk, hogy kimeríti a közösség elleni uszítás tényállását az a videó például, amely videón a tudatosan törvényeket megsértő, az országunkba betörő migránsokkal azonosította az Index a Trianonban elszakított határon túli magyar nemzettársainkat. Vannak itt a határainkon túlról, föl a kezeket! Isten hozott benneteket, testvérként! Itthon vagytok! Ez a napok óta tartó, folyamatos magyar ellenes uszítás leleplezi az egész balliberális propaganda gépezetet. Íme ez az oka annak, hogy bár a Mi Hazánk mozgalom is kormányváltást akar, de sohasem fogunk összefogni a balliberális oldallal, ugyanis ezek a publicisztikák, ez a videó megmutatta a balliberális oldal valódi énjét. A valódi énjük az a magyar gyűlöletről szól, hiszen nagyon érdekes, hogy sohasem más népek tragédiáját, vagy éppen a holokauszt tragédiáját próbálják kigúnyolni ezek a balliberális véleményvezérek, hanem mindig a trianoni tragédiát, ami például a délvidéken több tízezer magyar honfitársunk, ártatlan magyar honfitársunk lemészárlásához vezetett. Mi azt gondoljuk, hogy ez semmiféleképpen nem lehet gúnytárgya, és túl azon, hogy visszataszítónak, undorítónak tartjuk ezt a magyar ellenességet, azon túl azt gondoljuk, hogy kimeríti azt a bűncselekmény kategóriát, amibe többek között a közösség elleni uszítás is tartozik, hiszen ez egyértelműen kimondja, hogy a magyar nemzet elleni gyűlöletkeltés az bizony bűncselekmény. Márpedig például az a videó, vagy az a karikatúra, vagy az az írás, amit az Indexen publikáltak, az teljesen egyértelműen és nyilvánvalóan uszítás és gyűlöletkeltés a magyar nemzet tagjai ellen.